Kedvű csókolom, és jó napot kívánok mindenkinek. Egy kicsit napkollektorokról, hőszivattyúkról szeretnék beszélni, elkövetett hibákról. Hihetetlen sok a rossz rendszer. Általában így jobb. Általában nem is tudják a szakemberek sem és a megrendelők sem, hogy hibás a rendszer, hogy sokkal jobb is lehetne. Úgyhogy nézzünk meg egy-két részletet, hogy megrendelők is mit rontanak el, és a tervezők is, és a kivitelezők is. Itt, amit mutatok most a képeken, ez egy olyan világszínvonalú napkollektor, ami síkollektor, és amint lehet látni, az egész tetőfelületet be lehet burkolni vele teljesen esztétikusan. Ha már cserephez van a tető, inkább leszedjük a cserepeket, mert úgy jóval olcsóbb, mint hogyha cserepek fölé még rögzítő szerkezeteket és még napkollektorokat kellene rakni. Tehát ez úgymond be van integrálva a tető helyére, de nyilván van ilyen is itt bal oldalt a kurzor, látszik, jó? Hogy ilyen napkollektor is, ami mondjuk füves területre vagy lapos tetőre kerül. A lényeg a következő, ezek nagy felületű kollektorok, tehát nem foglalkozunk ilyen kicsivel, hogy 1 méter x 2 méteres, tehát ez nem egy kollektor, ez meg egy másik, ez meg egy harmadik. Ez a hosszú sor, ez összesen 2 darab napkollektor. 2. Ez itt, ami itt van, ez 3. Ez 1. Akkor ez 4. Ez 2. Ez 3, itt az ablak miatt meg kellett bontani, és a felső háromszög az 4. Tehát ezek nagy felületű kollektorok. Mi ezeknek az előnye? Van egy olyan írásom fönt a honlapunkon, aminek az a címe, hogy milyen napkollektort nem venne a szolár szakértő. Hivatalosan és ilyen megújuló energiaforrások szakértő vagyok, de én napelemekkel nem foglalkozom, én épületgépész vagyok, és nem akarok önnal foglalkozni, amihez nem nagyon értek, egy kicsit igen, de annyira nem. Tudom, sokan napelemeznek, akik lehet, hogy nem annyira értenek hozzá, nagyon felhúgolt ez a napelem téma is. Na, a napkollektorokról pár gondolatot. A kicsi kollektorok, ezek a kis 1 méter x 2 méteresek, például az egyik leggyakoribb típus, ami szinte biztos, hogy tönkre fog menni, és a tervező betervezi, a megrendelő megveszi, mert fogalma sincs róla, hogy mit vesz, a részleteket nem nézik, csak azt, hogy szép, meg csillog, meg mit, akár német, germán gyártmány, egy csomó ilyen, be nem engedném a házamba. Olyan típusú napkollektor, hogy itt van bal felső csonka, jobb felső csonkja, belül a csőrendezés, bejön a folyadék, jó néhány járatban lejön, átmegy a másik oldalra, jó néhány járatban följön, közben melegszik, és itt kimegy. Mi a probléma? Az a probléma, hogy nyáron néha kánikula van, és amikor gőz keletkezik a kollektoron belüli csövekben, akkor itt gőznyomás van, itt is gőznyomás van. Melyik nagyobb? Hogyan fog leürülni a napkollektor, mert ha nem örül le, hanem szétválik a fagyálló meg a víz, mert nagy hőmérsékleteken ez történik, akkor olyan tutyi keletkezik, ami beül itt alul a járatokban, és eldugulnak tőle a csőjáratok. Van olyan projekt például Kecskemét környékén, ami állami ilyen támogatást nyert, azt hiszem 40 napkollektor volt a tetőn, 5 év után úgy romlott el, hogy 38 már nem működik. De fönt van a tetőn, mert látványnak nem rossz. Azért nem működik, mert már régen eldúltak ezektől a lerakódásoktól, amilyen ilyen bitumenszerű, kátrányszerű, keménységű dugulások lesznek, és azért nem tud leürülni, mert ez a gőznyomás, meg ez a gőznyomás kb. Egyforma. Merre örüljön le? Erre? Ez a gőznyomás nyomja ki a folyadékot? Erre? De hát ez a gőznyomás meg erre akarja nyomni. Nem tud leülni. Gratulálok azoknak, akik ilyeneket alkalmaznak. Ez már egy egészen más típus, ez például le tud örülni, ugyanúgy bal felső csonkja van és jobb felső csonkja. Ezt nem engedném be a házamba, ezt meg igen. Miért? Azért, mert a gyártó már tudja ezeket a hátrányokat, és ezt a 22-es részcsövet levitte ide végig, erre jön a folyadék, aztán fölfel áramlik a sok vékony csőben, persze ezeken lemezek vannak, meg abszorber, meg mindenféle rétegek, nyilván
ismerem a részleteket, csak most ezeket nem kell, nem akarom elmondani, és itt is közben fölmelegszik, és kimegy előre menőként. Igen ám, de amikor ebben a kollektorban gőz keletkezik, akkor itt van a gőznyomás. És ez a gőznyomás ezen az úton visszafele a visszatérőn keresztül le tud gyűríteni a napkollektort, mert a gőznyomás pillanatok alatt ezt a folyadékoszlopot, ami mondjuk 2 méter, ez pillanatok alatt már a 0,2 bárosnál nagyobb gőz már ezt már emeli, és tudja, le tudja üríteni a kollektort, és mi lesz akkor? A kollektor csöveiben a folyadék gőze lesz csak, és nem keletkezik tutyi, és nem dugul el a napkollektor. És nincs időm, hogy mindegyiket elmondjam, hogy ki mit vegyen, ki mit ne vegyen. Azt kell mondjam, aki igazán jót akar venni, az keressen meg. Nem viccelek. Hihetetlen sok tervező meg szerelőnek fogalma sincs, hogy mit tervez meg mit szerel. Mutatok egy másik példát. Napkollektoron belül azok a csövek, amikről az előbb beszéltem, itt van a cső, de körülötte lemezek vannak. Itt van a cső, és rajta lemez van. Jön a napsugár, elektronok becsapódnak, lemez fölmelegszik, a lemeznek át kell adni a hőt a csőnek, a cső meg a folyadéknak. Mekkora itt a hő átadás, a hőcserélő felület? A lemezről a hő át tud menni a csőre egy vonalhegesztésen keresztül. Ez a másodlagos hőcserélő felülete. A mi napkollektorinknak, ez a Winkler germán terület gyártója, ez a nagy felületű, tehát ami nem 1 méter x 2 méteres, hanem a legnagyobb kollektor, az mondjuk 8 méter x 3. Itt el kell képzelni 8 métert, meg 3 méter magast, ami ebbe belefér, az mind egy darab. Lehet ez trapéz alakú, kör alakú, bármilyen alakú. Az egy darab, de belülről a csövek és a lemezek olyanok, hogy a csövek körül ilyen bádogozáshoz hasonló gyártás technikával a lemez 360 fokban körülveszi a csövet. Jön a napenergia, fölmelegszik a lemez, és pillanatok alatt átmelegedett a cső is. És melegszik a folyadék is. Ettől persze sokkal jobb a hatásfok is. Tehát egy ugyanakkora felületű ilyen kollektor olyan jó 30 százalékkal többet termel, mint egy normális kollektor. Nézzünk még egyet, aztán többet nincs idő napkollektorokról. Rengeteg napkollektor beázik. Azért, mert körbe, a szolárüvegen körbe van ilyen tömítés, meg azt lefogató fémszerkezet, stb. És beázik a kollektor, de ez nem. Mert a nagyfelült a kollektorokat, a legtöbb gyártó, aki ilyet gyárt, nagyon kevesen gyártanak a világon ilyet, ott a szolár üveg az túlfut eddig a piros jelölésig, és a szolár üveg alatt, ahol a zöld jelölés van, ott a szolár üveg alatt ott van a tömítési rendszer. Tehát bármilyen eső, vagy hólé, vagy hajnali pára itt le akar folyni, lejön az üveg széléig, aztán itt lecsöpög. És nem akar az üveg alján visszafele visszafordulni és fölfele kúszni, hogy bemenjen a napkollektorba. Viszont a kicsi kollektorokban, amik 1 méterszer 2 méteresek, egy csomónál, itt van az üveg fölött, van egy kis, akár csak egy pár milliméteres ütköző. És ahogy a víz ott az ütközőnél megáll, nekem az a tapasztalatom, hogy ahová a víz be akar menni, oda bemegy. És akkor bemegy a víz a hártya, a vízhártya, mikronokban tessék gondolkodni, bemegy az üveg fölötti kis fém profilka alá, aztán fogy is van, a víz megfogy, azt hiszek nagyobb térfogat, megemeli azokat a profilokat, utána még több víz befolyik, és kész, beázik a kollektor, és nem az a baj, hogy beázott, és akkor belül itt víz van, és rohad, az a legkisebb gond. Az a baj, hogy bement az a víz, ami koszos, mert koszos víz folyik le az üvegfelületről, a por, pollennyáka, minden, ami a vízzel együtt ide bekerült. Másnap kisüt a nap, és ez a koszos víz, ami itt van bent, bepárolog a napkollektorba, és az üvegfelület belülről lekoszosodik. És hogy lehet ezt tisztítani? Sehogy. És olyan lesz, mint a személyi gépkocsimon a reflektor üvege, amikor néha alig tudom levakarni róla a koszt papírzseplendővel, ez meg belülről bekoszosodott. Aztán már szinte nem is működik, mert napsugár nem éri el a lemezeket. Van egy olyan írásom a honlapon,
Sajnos nincs internet kapcsolat, mert akkor a honlapról mutatnám meg azt is, hogy hol lehet megtalálni, meg egyebek. Ha valaki akarja, akkor majd vegye fel velem a kapcsolatokat, és megtudja, hogy mit hol lehet találni, vagy elküldöm ezeket a fájlokat. Ez megjelent a vízgáz fűtéstechnika újságban, talán januárban vagy februárban, hogy mivel fűtsük a magyar családi házakat, fáskazánnal, vagy gázkazánnal, vagy hőszivattyúval, vagy napenergiával, egy kis ilyen részben, műszaki részben gazdasági, beruházási költséges és üzemköltséges összehasonlítás. Fáskazáról csak annyit hadd mondjanak, hogy itt van a standunk az Alpavillon 102-ben, úgy hívnak bennünket, hogy unikál, uni, mint hogy egyedi, unikum, egyedi, és szala, mint szalória. Az unikál, vagy 200 féle kazánt, meg rengeteg hőszivattyút gyárt, a Napkollektor az egy másik cég volt, amit ezelőbb mondtam, ezeket a cégeket mi képviseljük. Szóval a vegyes tüzelésű kazáról csak annyit, hogy ez nem praktikás színvonal, ez olyan vegyes tüzelésű kazán, amit hasárfákkal kell tüzelni, és modulál, teljesítményt modulál, 5 kW és 20 kW között. Hallottak ilyet a piacon? Szerintem nem, soha. Ilyen szintek vannak itt, hogy energiamegtakarítás legyen. Nagyon sokszor puffer sem kell hozzá. Kondenzációs gázkazán. Itt is hadd mondjak olyan hibát, amit elkövetnek rengetegen. Mennyire legyek éles. Én élesen szoktam támadni a konkurenciákat egyébként, de most nem mondom ki a márka nevet. Tegnap is volt a standunkon egy olyan szakember, aki azt mondja, hogy megvette az egyik X német kondenzációs kazánt. Német a neve, és ő azt hiszi, hogy az olyan csúcskategória. Be nem engedném a házamba, nincs is fenn a németek hollapján, de törölték a német piacról azt a kazánt, mert a magyar piacon itt van és német. És az emberek hasra esnek tőle, hogy vesznek egy olyan német márkájú kondenzációs kazánt, és azt mondta, hogy szinte nem takarított meg semmilyen gázt. Miért? Azért, mert a kondenzációs kazánok nem azért takarítanak meg, mert kondenzációsok. Rengetegen ezt azt hiszik. Nem. Attól, hogy a füstgázt lehűtöm, és nem 180 fokkal megy a füstgáz a kéménybe, hanem mondjuk 40-50 fokkal, abból a könnyű füstgázból hőt nyertem, ez maximum 8-9 megtakarítás. Soha nem több. Mindegy, hogy melyik márkájuk kazán, az egész világon mindegy. A nagy megtakarítás nem ebből van, hanem abból, hogy van olyan kondenzációs kazán, ő ilyet vett németet, ami 6 kW-ig modulál csak le, 6 kW alatt nem tud működni. Emiatt egyszer csak a szobatermosztát szól a kazánnak, ő beindul, indulási teljesítmény, mit tudom én, bármennyi, 15 kW, aztán észreveszi, hogy ez sok, lemodulál 6-ra, de lejjebb nem tud. És a ház lehet, hogy csak 3-4 kW-ot kér. Hát rengeteg családi ház enyhe téli, őszi, tavaszi napokon, még a régi kádárkockás családi házak is 4-5 kW-ot kérnek ősszel tavasszal, kazán nem tud ezen működni. Mi történik? Jön a visszatérő hőmérséklet, a kazán még mindig 6 kW-tal fűt, az előre menő hőmérséklet túlfut. Vezérlés észreveszi, az érzékelő, lekapcsolja a gázégőt, de a szivattyú utókerintet. És mivel a szivattyú utókerintet, a visszatérő víz csak átmegy a kazántesten, és az előre menő érzékelő meg fogja érezni, hogy hoppá, nincs meg a megfelelő parancsolt előre menő. Mi történik? Szól a vezérlőnek, hogy kapcsolj újra. Kazán újra kapcsol, 15 kW lemodulál 6 kW-ra, aztán megint lekapcsol. És ezt játsszák olyan 4-8 percenként. Autós nyelven szoktuk elmondani, ez olyan, mintha valaki venne egy olyan autót, aminek a minimális fordulata 2200, de minden esetre 2000 fölötti, az alapjárati fordulata, nem létezik kisebb fordulat abban az autóban. Ki az a lökött, aki ilyen autót vesz? Nincs is ilyen autó, de kazánokat ilyeneket vesznek az emberek. Mert a tervező sért hozzá, meg a szerelő se, meg a megrendelőnek persze főleg nem. Megveszik ezt az autót, és autós nyelven szólva, kétharmadig nyomja a gázpedált, aztán fölengedi egyharmad és nulla között nincs gázpedál helyzet. Ott nem létezik, hogy ott hogy finoman nyomjuk a gázt, és úgy egyenletesen halad az autó. Nagy francokat, egyharmad a minimális teljesítmény, fölengedi teljes nullára. Aztán megint benyomja jobban, megint egyharmadig fölengedi, aztán megint nulláig fölengedi. És akkor lehet gratulálni a gázfogyasztáshoz, hogy mennyivel több a gázfogyasztás, illetve mennyire nem sokat takarít meg.
Tehát az igazi megtakarítás attól van, hogy egy kazán le tud modulálni, például az Unitel 1,9 kW-ig. Lemodulál ilyen kicsi teljesítményre, ezen működik egyenletesen órákig, szinte semmi gáz, semmi levegőt nem kér, azaz kiküldtem az autót az országútra, és mivel nincs bazi hideg tél, az országúton elég, hogy 50 km/h sebességgel haladjon az autó egyenletes kicsi teljesítménnyel, és alig fogyaszt. Nem gyorsul, nem lassul, nem gyorsul, nem lassul, hanem egyenletes kicsi teljesítményen. Amelyik kazán tud. De tessék megnézni, hogy melyik tud. Melyik kazán tud 2 kW-tól működni folyamatosan, és melyik, amik 6 kW vagy 5 kW nem tud működni. Nézzük a hőszivattyút. Ott mit szoktak elkövetni? Hibákat. Ez a hőszivattyú, amit én itt vetítek, hát a kis családi házas kategóriák az ilyen kis pici kis kompakt, valamit az előre menője, visszatérője, tehát kompakt vagy monoblock, ki hogy hívja, tehát amit beltérinek gondolt mindenki, az is benne van, meg az elektronikus modulációs keringtető szivattyú is benne van. Hát ilyen társasházi lakásokban ezt berakják, akkor úgy szokták, hogy ezt kirakják az erkélyre, aztán feltöltik fagyállóval az egész fűtési rendszert, meg ezt is, aztán kész, rákötik előre menőt, visszatérőt, áramot, meg a vezérlőjelet. Tudja fogadni az on-off-ot, a 0-10 voltot és a modbusz jeleket is. De mutatok inkább nagyobbat, mármint nagyobb hőszivattyút, mert főleg inkább az megy a piacon. Ugyanis ott könnyen verjük a kis hőszivattyús konkurenciákat. Hát annyit az Unitelről, hogy a nagy kazánokban egész 50 megawattig vagyunk, mindegy, hogy gőzkazán, vagy forróvizes, vagy olajat melegítő kazán, vagy bármi. Sok minden van, meg kondenzációs kazán, meg hagyományos kazán. Hőszivattyúkban is inkább a nagyok mennek, ez ki van állítva a standunkon, tehát még egyszer a pavilon 102. Ez 2 méter magas, körülbelül 1x1x20-as. Ezen a felületen, meg hátoldalt, meg oldalt három felületen szívja be levegőt, és fölfele fújja. Ez az egyik előny. Mert hogy a legtöbb konkurenciának kicsi hőszivattyúja van, akár kültéri, beltéri, akár monoblok, az a gond velük, amikor több száz kilowatt kell, akkor mondjuk most ez a laptop a kis pici hőszivattyú. Itt beszívja a mínusz 10 fokos levegőt, és erre kifújja a mínusz 20 fokosat. És ha több száz kilowatt kell, akkor több ilyen gépet kell elrendezni egymás környezetében. Igen ám, de hogyha ez a mínusz 20 fokos levegőt ráfújja 2-3 méterre lévő következő gépre, akkor a következő gép már nem mínusz 10 fokot kap, hanem bekeveredik ez a nagyon sok mínusz 20 fok, tehát a következő gép már sokkal rosszabbul fog működni. De az is ráfúj a következőre, és így tovább. Ezek pedig fölfele fújnak. Tehát ezeket nagyjából egy ilyen 1 méteres távolságot kihagyva egymás mellé lehet telepíteni, és 50 kW-os hőszivattyúk, nyilván ha napelemes rendszer van, nyilván ezeket össze lehet hozni, a napelem meg a hőszivattyú téma. Itt az előre menője, meg a visszatérője. Fagyvédelemre sok megoldás van, most erre nem akarok rátérni. Inkább még egy hiba lehetőséget, vagy hát hiba, kinek mi a hiba, de amire figyelni kéne. Beleírtuk ebbe az írásba, hogy nagyon sok hőszivattyúban gyárilag be van építve, itt van, versenytársak hátrányai, tehát nagyon sok márkánál, germán, német, stb., meg távol-keleti és minden gyártmány van, benne vannak a 16-os, 20-as kis gépekben, gyárilag benne van mondjuk 2-3 kW-os fűtőbetét, elektromos fűtőbetét. Na most, amikor valaki hőszivattyús hátarifát akar igényelni, akkor fölmegy az E.ON honlapjára, letölti ezt az igénylő lapot, és abban a következő kérdés van. Van-e a hőszivattyún belül, hivatalosan azt hiszem valami ilyesmi, hogy elektromos rásegítő, vagy valamilyen megoldás? Be kell írni, hogy van. Be kell írni, hogy van. Az hány százalékban vesz részt majd a hőtermelésben? Ugye vannak ezek a mínusz 10, mínusz 15 fokok, és mivel a 20 kW-os hőszivattyú mondjuk csak 14-et tud hőszivattyúsan,
plusz 2x3 kW-ot tud még az elektromos fűtőbetéttel, valaki energetikus beírja, hogy x százalékban részt vesz az elektromos fűtőbetét a fűtésben. Következő kérdés azon a nyomtatványon, hogy lehet-e külön mérni a gépen belüli elektromos fűtőbetétek elektromos fogyasztását? Nem. Mert hogy a gépnek egy árambecsatlakozása van, nem lehet külön mérni. Ettől kezdve nem jogosult a legolcsóbb H hőszivattyús tarifára. Mert benne van az elektromos fűtőbetét. És azzal is fűtenek COP1-jel. A mi gépeinkben, sem a kicsikben, sem a nagyokban, egyikben sincs benne az elektromos fűtőbetét. Mi van a gépben? A gép a kompresszorokkal, hát az 50-es gépben két darab 25-ös scroll kompresszor van, mind a kettő modulációs, tehát nem csak az egyik, hanem mind a kettő elektronikus modulációs, a ventilátor és elektronikus, az adagolószelep is full elektronikus, a gép elektronikus, a villósztrató szivattyú is, emiatt puffer is elég sokszor nem kell, és a kompresszor, a vezérlés, meg a keringtető szivattyú van benne így fő áramfelhasználóként, és erre a háromra mind megkapja a legolcsóbb háttarifát. Mert pont erre adják a háttarifát, a hőszivattyús tarifát. Ha valaki mégis akar elektromos kiegészítést, megoldja külön. Rak az előre menőbek egy mini puffert, és annyi elektromos fűtőbetétet pakol bele, amennyit csak akar, és azt külön lehet mérni. És nincs köze a hőszivattyús háttarifához. Úgyhogy érdemes ilyeneket jobban átgondolni, hogy mire nem figyelnek a szakemberek. Én ilyen maximalista típusú vagyok, minden rendkívüli apró részletre próbálunk figyelni. Még egyszer mondom, aki a legjobbak közül akar válogatni, az keressen meg bennünket. Körülbelül ennyit gondoltam elmondani.